Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a Hali szurkolókat, sportbarátokat a Haladás Sportkomplexumból, egészen pontosan a Hali Stadionból, ahonnan a Hungári Sport élő közvetítését láthatják majd, melyet az MTVA engedélyével, az MLS hozzájárulásával prezentálunk. Önöknek, kollégáim Varga Zsolt, Kajtár Dániel és Szita Robert nevében is jó szórakozást kívánok ahhoz a mérkőzéshez, melyet a Haladás és a Szeged Csanád Grosics Akadémia a Merkantil Bank Liga 11. fordulójában játszik majd egymással, és akkor gyorsan nézzük a főszereplőket, először ahogy illik a vendégcsapatot, 12-essel a kapuban a csapat kapitánya Molnár Farkas Tamás, a mezőnyjátékosok 2-es Gera Norbert, 3-as Nagy Zsombor, 4-es Szilágyi Zoltán, 5-ös Haris Attila, 9-es Prosser Dániel, 11-es Gajdos Zsolt, 14-es Óvári Zsolt, 10-es Nyári Patrik, 18-as Köncei Márk, 29-es Bíró Bence. Azért akadtam egy picit meg közben, mert most, ahogy látom, nem 5-össel, hanem 8-assal játszik majd Haris Attila, előzetesen az 5-ös volt megadva. A tartalékjátékosok 1-essel a kapus Takács János, a mezőnyjátékosok 6-os Ácsimovics Dimitrije, 7-es Palincsár Martin, 10-es Magyar Zsolt, 22-es Pap Áron, 23-as Borvető Áron, 27-es Kővári Robert, 30-as Doncsec Levente, 55-ös Tóth Bence, 88-as pedig Márkvárt Dávid, a csapat vezetőedzője Stevanovics Alexander. És akkor nézzük a mieinket. A kapuban 86-ossal Pálfi Donát, 4-essel Vanya Zvekanov, 15-össel Csonka Bonifác, 17-essel Csernik Kornél, 18-assal Doktorics Áron, 21-essel Horváth Rajmond, 26-ossal Jagodics Márk, 27-essel Nyíri Vince, 35-össel Predrag Bosnyák, 78-asra a csapatunk kapitánya Rácz Barnabás, 95-össel pedig Pintér Attila Filip játszik majd. A tartalékjátékosaink 87-essel Verpec István, 6-ossal Szakály Attila, 7-essel Mohos Barnabás, 8-asra Frák Marcel Milán, 14-essel Ene Kornél Sándor, 16-ossal Lukács Szimut Mário, 19-es Katona István, 22-es Bolla Gergő, 70-es Sancsó András, 73-as Veronnya Zorán, 77-es Lovoda Dániel, 91-es Heles Jaroszlev lesznek majd, a vezetőedzőnk pedig Alexander Jovics, a mérkőzés játékvezetője Görög Mário, asszisztensei Horváth Zoltán és Vörös Dániel lesznek majd, a tartalék játékvezető pedig Molnár Attila. Ennyit tehát akkor a főszereplőkről, ahogy szoktam volt mondani, a statisztikai adatokhoz, amelyhez természetesen hozzátartozik az is, hogy mi a hetedik, míg a vendégek a hatodik pozícióból várták azt a mérkőzést, melyet a következő felállásban nyit majd a két csapat. Természetesen ezúttal arra gondolok, hogy milyen játékrendszerben játszik majd a két együttes. A vendégeknél pontosan az a 11 kezdett, amely az előző fordulóban legyőzte a Honvéd csapatát, tehát nem változtatott Alexander Stevanovics a jól bevált csapatán. Ennek tudatában a 4-2-3-1-es felállást választották a tiszapartiak, tehát a kapuban Molnár Farkas, a hátvédek, azaz a védősor Köncei, Szilágyi, Nagy és Gera, mindeközben pedig Molnár Farkas avatkozott közbe, ki kellett lépnie a kapujából a vendégek Cerberusának. Aztán a két szűrő, Haris és Nyári lesznek, előtte hárman Prosser, Gajdos és Óvári játszanak majd, Bíró pedig az előre tolt Ék lesz. Nálunk a szokásos 4-3-3-as felállás, a kapunkban Pálfi, a védőink Nyíri, Jagodics, Csonka és Bosnyák, a középpályán Zvekanov, Rácz és Doktorics feladata lesz majd az, hogy szervezzék a játékot, elő pedig Horváth Rajmond, Pinter Filip és Csernik veszélyeztetheti majd az ellenfél kapuját, természetesen ebben a többieknek is tevékeny részt kell majd vállalniuk. Egy szabadrugás mindeközben, melyet majd a 9-es Prosser végezhet el az oldalvonal mellől, a bal oldalról ívelheti a kapunk elé a találkozó második percének végén a labdát. Prosser, jól jött a beadás, amelyet kapura is tudott tenni, a 4-es számú Szilágyi, a belső védő húzódott előre. Elég tisztán tehette mindezt meg, úgyhogy ezért nem árt majd rá is odafigyelnünk. Ahogy említettem, mi a hetedik pozícióból, míg a vendégek a hatodik helyről várták ezt a mérkőzést. 17 pontjuk van a tiszapartiaknak, még nekünk 15. Mind a két csapat remek formában várja a találkozót. Hát ez különösen a mieinkre igaz, akik 7 mérkőzés óta veretlenek a bajnokságban, és ehhez még hozzá tehetünk egy magyar kupa találkozót is, melyet idegenben nyertünk meg. Közben pedig nézzük azt, hogy a szegediek támadását sikerült megállítanunk. A Csákvár otthonában nyertünk tehát magyar kupa mérkőzést, a vendégek pedig az utóbbi 4 fordulóban mondhatják magukat veretlennek, a legutóbb a Honvédot győzték le hazai pályán 1-0.
És ha még maradjunk egy picit a statisztikai adatoknál, idegenben egyelőre még nem kaptak ki a vendégek a kék-feketék, közben pedig nézem azt, hogy a csapatunkba visszakerült ugye Pinter Filip, aki megpróbált labdát szerezni, de ezúttal nem sikerült neki, hát reméljük a későbbiekben majd ez is összejön, bár akkor sem lennénk bánatosak, hogyha a labdaszerzés nem, viszont a gólszerzés összejönne a 17 esztendős támadónknak, aki két bajnoki meccset játszott eddig, és kétszer köszönt be az ellenfeleknek. Tehát az átlag a lényegében 1-1, azaz valamennyi mérkőzésen gólt szerzett, Isten tartsa meg a jó szokását. Egy szabadrugás most a mi javunkra, Predrag Bosnyák van a labda mögött, ő fogja majd ezt elvégezni. Tehát eddig idegenben veretlenek a szegediek, 3 döntetlenjük van Ajkán, Kozermislenyben, és Tisza Kécskén osztoztak meg a pontokon, kétszer pedig nyertek, egyszer Kazincbarcikán, egyszer pedig a BVSC vendégeként hagyták el győztesen a pályát. Hát is igazából majd Bíró Bencére kell odafigyelünk, aki már 5 találatnál jár. Borvető Áron, ugye az ex-szombathelyi játékosok 3 gólt szerzett, de ő most a kispadon kezdte ezt a mai találkozót. Így aztán egyelőre nem szaporíthatja góljainak számát. Egy hosszú indítás a miénktől. Csernék várta az átadást, de most ez nem jutott el hozzá. Zvekanov szerez labdát a középpályán, majd pedig hátra jut a labda egészen Pálfiig. Aki körülnéz és megnézi, hogy Jagod is tisztán van, így aztán hozzá passzol. Nyíri kapja a játékszert. Nyíri megpróbálja erőre tenni a labdát, nem sok sikerrel, mert Nyári fülelte le az átadását. Viszont ismét nálunk a labda, Jagodics lábáról, Rácz kapta a lasztit. Pintér. És már Molnár Farkas nézhet körül. Végül is a 2. számú Gerát választotta. Egy hosszú előreívelés. Jagodics Bíróval a nyakában. Biztos, ami biztos. Bedobás a vendégek javára, tehát egy Jagodics egy egyszerű megoldást választott. Nem kockáztatott belső védőnk. Ahhoz képest az igazság, hogy mennyire jó idő volt délelőtt, még sokan itt Szombathely belvárosában, vagy akár a Derkovics lakótelepen, ugye itt a környéken, rövidújúban sétáltak. Hát most szó szerint mi itt Nagykabátban nézzük a mérkőzést, annyira lehűlt a levegő és feltámadt a szél, és hát úgy néz ki, hogy esetleg még eső is lett a dologból, amire ön túlzottan nagy szükség nem lenne, mivel találkozott egy 10-12 perccel beindult az öntöző berendezés, és alaposan fellocsolták a pályát, ami ugye egyértelműen a játék gyorsaságára lehet, játék sebességére lehet pozitív hatással. Közben pedig egy szegedi támadás jobb oldalon, 16-oson belül szerelt Bosnyák, szerencsére szabályosan. Ő kapja vissza a labdát. Rácz Barnabás. Zvekanov tette Horváth Rajmund felé, de Nyírinél kötött ki a játékszer, most kapja Horváth. Aztán már Rácz. Ide jó lett volna, hogyha Rajmi visszakapja, vissza tudja kapni. Viszont ott voltak a vendégek védői, Rácz Barnabás már vissza is szerzi, és Jagodics hozhatja előre a labdát, akár, vagy pedig íverhet is előre, ahogy éppen szeretné. Csonka Bonifác kapja. Most ugye nem kell hozzátennünk azt, hogy Bonifác, mivel ugye Budafokon volt egy másik Csonka is, egészen pontosan Csonka András, a haziak védője volt akkor, a másik Csonka. Bosnyák. Pálfi. Egy hosszan előreívelt labda Nyíri felé. Nyíri fejjel próbálta meg maga elé tenni, de nagyon magas volt ez az átadás. Nem sikerült neki megszeridíteni a játékszert. És akkor, hogy miért is van a két csapat annyira jó formában, ugye, mint ahogy említettem, 7 meccs óta vagyunk veretlenek, és legutoljára Budafokon tudtunk 1-0-ra nyerni idegenben.
Ez a mai meccs egyébként, közben nézzük azért Rácz Barnit, még mindig nála volt a labda, aztán Bosnyák húzhat el a bal oldalon, egyből jöhet egy jó beívelés, ami jön is, viszont ott csak a vendégek védői voltak. Zvekanov a kifejlett labdával, aztán Nyíri, Horvát, Csernik jött át a jobb oldalra. Horvát, Csernik adogatás. Csernik ballal. Ez most jó, Horvát Rajmi. Középre sajnos ott is megint csak a hazai védők tanyáztak. Hát ott tartottam ugye, hogy Budafokon nyertünk legutoljára 1-0-ra. 1-0 volt a hazaiak, akkor hazai pályátszó szegediek javára, és a Honvédot tudták ilyen arányban legyőzni, tehát tényleg jó formában vannak a csapatok. Mi nekünk ugye ez a második hazai meccsünk, eddig egyszer játszottunk itt a gyepszőnyek cseréjét követően, akkor sikerült 2-1-re legyőznünk a Soroksár együttesét, tehát eddig szerencsét hozott az új gyepszőnyek, reméljük, hogy ez így is marad. A nyíregyházani elleni meccsünk az még hazai meccsnek számítottám, azt albérletben játszottuk Ajkán, az a derbi 1-1-re végződött, csak a történelmi hűség kedvéért. Rácz Barnabás felé jött a labda, viszont kifejelte azt a vendégek játékosa, a 9-es számú Prosser. Viszont most már Jagodicsnál a labda. Jagodics Csonkát választotta. Csonka körülnéz. Ma Nyírit hozza játékba. Nyíri, Horvát, Zvekanov. Szépen jár alaszti lábra a lábra, most Bosnyáknál. Csonka. Teljesen tisztán Nyíri itt a jobb oldalon, kapja is a labdát. Nyíri. Egy picit volt hosszú ez alaszti Rácznak. Bíró fejelte vissza. Aztán most már Bosnyáknak kell stukkolnia. Nyári. Sikerült kifejelni. Egészen pontosan Csonkának. Gera tette vissza a labdát. Prossernek. Prosser pedig már a túloldalra Szilágyinak. A szegedi védők passzolgatnak egyelőre. Nagy. Aztán ismét Gera. Újfent Nagy. Ez pedig hosszú, egészen Pálfi kezéig került a labda előre. Nekünk természetesen ez hátra van. Csonka. Ismét Pálfi. Vagy pedig Zvekanov. Nyíri. Sokat jön előre jobb oldali védőnk. Ez ugye a felállásból adódik. Lényegében a Csongrád vármegyeiek ugye egyetlen ékkel dolgoznak. Így aztán a védőinknek, akár Bosnyáknak, akár Nyírinek bőven van lehetőségük a támadásokban is részt venni. Természetesen a szélső védőinkről beszéltem. Gera. De most már Horváth Rajmund. Pintér. Szépen tartja meg, majd pedig megpróbálja visszapasszolni Horváthoz. A bedobása javunkra, amit már Nyíri el is égzett. Horváth Rajmund. Egy szöglet a javunkra. A mérkőzésnek egy kis furcsa, érdekes pikantériát ad az, hogy mindkét kispadon szerb edző, és még tegyük azt is hozzá, hogy Alexander keresztnevű edző ül. Ugye nálunk Alexander Jovics, még a vendégeknek Alexander Stevanovics. És hát ugye a két csapat helyezése között is csupán egyetlen egy különbség van. Mind a két együttes a középmezőny felső régióiban tanyázik. Kérdés az, hogy melyik gárda tudja majd megközelíteni az élmezőny csapatait.
Egyéb iránt ma 9 mérkőzést rendeznek az NB2-ben, azaz a Mercantil Ligában, és 7 találkozó már véget ért, hamarosan majd elmondom azoknak is a végeredményét, és a velünk egy időben lejátszott másik NB2-es meccsnek az állását is, de most gyorsan nézzünk körül a Hali, a Haladás házatáján. Ugye a hétvégén már 4 olyan mérkőzés befejeződött, melyben érdekeltek voltunk. Ugye a sort az NB1-es női csapatunk kezdte, az eredmény Haladás Viktória Puskás Akadémia 1-3, az első félidő sikerült gyengébre Markó Edina együttesének, a második játék részben már jól muzsikáltunk, és hát 0-3-ról feljöttünk 1-3-ra, közben pedig egy teljesen jogos sárgalap a vendégeknek. Ez a belépő túlságosan kemény volt Nyíri Vincével szemben. Gyorsan nézzük, hogy ki az, aki a figyelmeztetésben részesült. Az az igazság, hogy ezen a mezen, ezen a fekete-kék mezen nehezen olvasható a szám. A 14-es Óvári volt az, aki a sárgalapot összehozta magának. Tehát akkor folytassuk a Hali mérkőzését. Tehát azzal kezdtem, hogy Haladás Viktória Puskás Akadémia 1-3, aztán az NB3-ban Haladás Balatonfüred 2-2. Egy nagyon pekes góllal lett döntetlen a 89. percig. Mi vezettünk Ferenci és Szenci találataival, és akkor sikerült a balatonpartiaknak egyenlíteniük. A megyei első osztályban Haladás Nádast 2-0, Stefanich, Mirko és Bonyhárd voltak a gólszerzőink, és hát akkor ugye most az NB2-es meccs, ez a negyedik Hali érdekeltségű találkozó a hétvégén. Itt az állás a 15. percben, Haladás Szeged 0-0. Isten igazából még olyan nagyon nagy helyzet sem adódott egyik csapat előtt sem. A védekezését mind a két edző remekül megszervezte, és hát mind ahogy említettem, mind a két csapat határozottan jó formában is van. Tehát nem véletlen, hogy eddig nem bírtak egymással a küzdő felek. És akkor gyorsan oda pislantok, hogy hogy állnak ezek a bizonyos mérkőzések. Az NB1-ben is volt már egy találkozó, ami befejeződött, azon pedig a Fehérvár FC 3-0-ra legyőzte az MTK csapatát, mégpedig úgy, hogy az MTK 2-ös ember hátrányt hozott össze saját magának már az első félidőben, amelynek végén szereztek a fehérváriak vezetést. Most jelenleg is zajlik a Ferencváros mérkőzése, mégpedig a Debrecen csapatával játszanak a fővárosiak, és 2-0-ra vezetnek az első félidő hajrájában. És akkor nézzük a Mercantil Bank Liga eddig befejezett találkozóit. Siófok Soroksár 0-1, BVSC Gyirmót 0-3, Csákvár Ajka 1-0, Honvéd Mosonmagyaróvár 3-1, Kozár Miskolcon Vasas 4-3. Egy rendkívül változatos, érdekes mérkőzésen nyert Acél Zoltán együttese. Nyíregyháza Kazincz Barcika 1-0, végül Tiszakécske Pécs 0-0. A Győr Budafoka meccs az, ami velünk egy időben zajlik, és a budafokiak a találkozó 18. percében 1-0-ra vezetnek idegenben. És hát itt, ahogy már korábban említettem, a meccs állása egyelőre gól nélküli döntetlen. Pintér Filip csúsztatta meg ezt a labdát, de ott csak a vendégek 4-es számú védőjátékos, a Szilágyi tartózkodott. Megpróbálunk pressingelni, azaz letámadásra labdát szerezni, viszont Nyári megtette ezt a szívességet, hogy elveszítette a labdát a középpályán. Horváth Rajmund itt a jobb oldalon. Nyíri, aki szerencsére teljesen jól van, nem sérült meg az előző nagyon kemény belépőt követően, aminek a végén ugye Óvári egy sárga lappal gazdagodott. Pintér, Rácz, lehet lőni Bardi, nagyon jó ez a lövés, óriási kapufa, egészen pontosan a keresztlécet találta el. Remek lövésével csapatkapitányunk a találkozó 18. percében, tehát az első nagyobb helyzet, Rácz Barnabás pompás lövése volt. Hát, ez a labda egy 5 centivel lejjebb megy, vagy 8-szal.
Már akkor látszott, amikor Rácz Barni átvette ezt a labdát, hogy ezt bizony nagyon-nagyon jól el lehet onnét lőni. És ezt meg is tette csapatkapitányunk. Nem sok hiányzott ahhoz, hogy megszerezzük a vezetést, viszont így a 18. perc végén továbbra is 0-0-ra áll a haladás Szeged. Merkaltinbank Liga mérkőzés a pontvadászat 11. fordulójában tehát. Jagodics a labdával, amely pedig Csonka. Bosnyák. Csonka. Zvekanov. Csernik. Horváth. Horváth Rajmi. Egy jó lövés, amit másodszor tudott megfogni Molnár Falkas. Először ki kellett ütnie maga elé. Lényegében pár percen belül másodszor veszélyeztettünk egy-egy távoli lövéssel. Először azért egy picit közelebb jártunk a gólhoz, de Horváth Rajmund lökete is határozottan biztató volt. Annyit még azért hozzáfűznék az előző fordulóban lejátszott mérkőzésünkhöz, a Budafokon aratott 1-0-ás sikerünkhöz, hogy annak a mérkőzésnek, hát mondjuk ki nyugodtan, a gólszerzőnk Doktorics Áram volt a legjobb játékosa, legalábbis a sportnapilap is így gondolta, amikor beválasztotta játékosunkat, Dokit, a forduló válogatottjába. Rácz közben a labdával, Horváth. Jön középre a labda, ki tudják vágni a védők. Csernik, majd pedig Nyíri harcol a labdáért. Nyíri, vissza Horváth Rajmund, megint csak. Ez jó lehet Nyírinek. Nyíri, beteszi középre, gól! Gól, de micsoda gólt lőtt Nyíri! Hát először nem tudta az ember, hogy abból a szögből beadás jön majd, vagy lövés. Hát lényege lényeg, hogy Nyíri egy óriási bombát eresztett meg, ami a kapufáról vágódott be a hálóba. Így aztán ezzel a találattal, ami mondjuk meg őszintén már érett is az utóbbi percekben elvégre, Rácz, majd pedig Horváth Rajmund is egy-egy jó lövéssel jelentkezett. Most pedig már meg is van a vezetés. Nyíri Vince bomba góljával, tehát az állás, haladás, Szeged család 1-0. Új, de szép gól volt. Ezzel pedig, hogyha a jelenlegi állást nézzük, akkor sikerül megelőznünk a 17 ponttal rendelkező tiszapartiakat, ugye nekünk 15 egységünk volt, ezzel a 3 ponttal már eléjük is kerülnénk, de hát sok van még hátra ebből a meccsből, hát lehetne még 2-3-at hozzárugni. Úgy de szép volt ez a gól. Hát mindenhol gól szép, de ezt tényleg nagyon-nagyon eltalálta Nyíri Vince. Mindeközben pedig már természetesen folytatódott a játék, és belabás a vendégek javára, amit majd Gera végezhet el. És ő kapja vissza. Jagodics. Rácz felé jön a Laszti. Rácz veszi át, majd pedig földönti őt, nem is egyszerűséggel. A szegedi játékos, viszont a játékvezető sípja néma maradt, tehát Haris labda szerzését szabályosnak ítélte a Spori. Nyíri. Lesről jött vissza Pintér, de ez most nem osz, nem szorosz, folytatódhat a játék. Sikerült kifejelnünk, majd pedig Csernik szedi össze a labdát. Horváth, nem kell sietnünk, Rajmi nyugodtan, egy szép csel, megindulna, viszont lerántja őt Gera, így aztán szabadrugásra javunkra akkor, amikor találkozó 22. percében Nyíri bombagoljának köszönhetően 1-0-ra vezet a haladás. Pálfi a labdával. Intenek neki, hogy nyugodtan rúgja előre. Meg is teszi. Doktorics fejelte tovább a labdát. Pintér megy, érte, hogy összeszedje át ebből. Ez egy taktikai falt volt, de szerencsére nem lett sárga lap, mert a lerántás általában azt szokta vonzani magával. Nem sárgult be ifjú támadónk. A szegedi védők passzolgatnak.
Most pedig egy hosszan előrevágott labda, amire egyedül Pálfi mozdul. Közben pedig az egyik szegedi játékos fájlalja a fejét. De már meg is gyógyult, így aztán folytatódhat a játék, Csonka hozhatja előre a labdát. Viszont ő úgy döntött, hogy inkább visszapasszolja azt Pálfinak. Pálfi, Zvekanov, Csonka, Pálfi. Összehoztunk a vendégeknek egy bedobást, amit majd a 9-es Prosser végezhet el. Végezhetne, de ő ezt a jogot átengedte Könceinek. Csernik lépett közbe. Oly, de szép szerelés, Rácz! Csonka, ismét Rácz, megindulhatunk 4-4 ellen. Rácz, nagyon szép cseh, Doktorics felé az átadás. Köncei az, aki résen volt. Óvári tette előre egészen Bosnyákig. Bosnyák Csonkának. Csonka, aztán Pálfi. Zvekanov. Nem volt pontos ez a passz előre, nem tudta játékba hozni Pintért. Viszont most már Jagodics próbálhatja meg szervezni a támadásunkat. Nem sikerült túlságosan előre jönnünk. Prosser a labdával. Prosser, majd pedig Óvári. Óvári néz farka szemet Nyírivel. Fellöbölték a labdát a vendégek, amit Bosnyák szedett össze, majd pedig Horváth Rajmund. Aztán ismét Bosnyák, majd pedig már Nyíri. Nyíri Pintér felé. Pintér tovább csúsztatja a labdát. Ott viszont egyedül Szilágyi volt, aki visszateszi azt itt kapusának, Molnár Farkasnak. Haris tette ki a jobb oldalra. Köncei. Haris kapja vissza. Szilágyi. Molnár Farkas. Nagy. Visszakapja. Nyíri veszi át a labdát. Majd pedig már Zvekanova támadásunkkal. Horváth. Szép cserajmi. Zvekanov. Bosnyák a túloldalom. Doktorics kéri, és kapja a labdát. Na Doki. Körülnézett, majd pedig visszatette Csonkának a játékszert. Parádéssal indult meg Doktorics Budafokon a gólja előtt. Szilágyi tisztázott, vagy legalábbis szeretne tisztázni. Köncei. Szilágyi vágja előre. Ugyan szépen vett át Svekanov, de a labda már minden valószínűség szerint kint volt, így aztán bedobás a javunkra, amit majd Bosnyák végezhet el. Svekanov kéri, de ott van opcióként még Csonka is. Kérdés az, hogy kit választ majd Pedro. A találkozó 27. percben haladás Szeged 1-0. Végül is Pintért választotta Bosnyák. Viszont támadónknak nem sikerült megtartani a lasztit, kirúgással jöhetnek a vendégek. Doktorics próbált meg labdát szerezni. Szirányi tette át Nagynak. Haris. Szilágyi. Zvekanov lépett közbe, viszont nem sikerült megtartanunk a labdát. Nyári. Köncei, majd pedig ismét Szilágyi. Aztán Nagy. Egy szabálytalanság a vendégek részéről. A sértett Doktorics volt szabadrugás elvunkra a felezővonal környékéről a találkozó 28. percének vége felé, amikor Nyíri találatának köszönhetően 1-0-ra vezetünk.
Doktorics. Ez jó lehet, Rácz. Viszont még időben kapcsolt Nyári, és odaért. Ez sajnos szabálytalan volt a részünkről. A vendégek rúghatnak a saját kapujuk előteréből. Nagy labdával. Gera. Helyett Horváth kaparintotta meg a játékszert. Rácz Barnabás. Rácz tovább teszi. Zvekanov lőhet tisztán! Elkerülte a Lasztia kapu jobb alsó sarkát. Legyünk őszinték, azért nem egy-két centivel. A lényeg a lényeg, hogy eddig védeni valója csak a szegedi Cerberusnak volt. És két alkalommal nem sikerült neki hárítania, sajnos egyikből lett csak gól. Hát nem sajnos, örültünk annak, hogy Nyíri labdája a hálóba vágódott a kapufáról, akkor viszont egy picit bánkodtunk, amikor Rácz Barnabás bombája a keresztlécről kifelé pattant. Csonka, majd pedig Zekanov. Óvári próbálkozott a vendégek részéről, akit faltoltunk, legalábbis a játékvezető véleménye szerint, így aztán szabadrugás a Tiszapartiak javára, még a saját térfelükről. Haris. Nagy. Aztán Szilágyi. Majd ismét Nagy. Mondjam azt, hogy ismét Szilágyi. Aztán újfent Nagy. Hát ameddig ott játszogatnak a vendégek a saját térfelükön, addig gond nem lehet, ez szerintem egy picit les volt, nem is picit, de a játékvezető ezt másképp látta, húha! Ez most nem vadárhangutánzás. Nyári volt a 17-es számú szegedi játékos, aki jól megnézte a kapunk jobb felső sarkát, csak szerencsére a lövése elkerülte a ficakot, így aztán marad 1-0 javunkra. Hát lényegében a 31. percben volt az első veszélyesebb szegedi próbálkozás, szerencsére ebből nem lett gól, így aztán maradt az eredmény haladás, Szeged 1-0. Ger adta haza labdát, Molnár Farkas pedig előre íveli, Óvári tette le. Nyíri pedig kiküzdötte a labdát, legalábbis megpróbálta Pintérhez továbbítani. Kevés sikerrel, Csonka lépett ki nagyon szépen a védővonalból, most pedig már a labdával Rácz. Szabályosan szerelték, labda pedig Gajdosnál. Gajdos hátra, Szilágyi. Rossz a passz, Doktorics. Rácz. Rácz, majd pedig Zvekanov, aztán Nyíri. Horváth Rajmund kéri itt a jobb szélen. Egyelőre Jagodics kapja, majd pedig ő kapja vissza Csonkától. És végül Pálfi a végállomás. Pálfi, Jagodics. Lehet építkezni. Most kapja Horváth. Ez egy picit pontatlan volt, így aztán bedobás a vendégcsapat javára, amit majd a kettes számú Gera végezhet el. Gajdos csúsztatta tovább, majd pedig Óvári próbálkozott, viszont ott volt Nyíri. Molnár Farkas gurította ki, Szilágyi kapta. Köncei. Haris. Óvárit keresi ezzel a hosszú szöktetéssel, túlságosan hosszú a szöktetés. Bedobás, amit ma Nyíri, a gólszerzőnk végezhet el a találkozó 33. percének elején. Jagodics lépett közbe határozottan, Haris szedte össze a Lasztit a felező vonal környékén, vagy pedig Szilágyi. Óvári felé az átadás. Óvári tovább stukkolja, ott jön Jagodics és Bíró duója. Gajdos, Csonka, Rácz tette ki oldalra, egészen az oldalvonalon kívülre, Gera dobhatja be a Lasztit.
Óvári. Gera. Gera. Horváth Rajmond jött hátra védekezni, és szerelt. Bedobás lett a dolog vége. Amit ismét Gera végezhet majd el. Sikerült kifejelnünk a 16-oson kívülre a labdát. Nagy íveli vissza. Zvekanov fejeli ki ismét. Gera. Óvári. És Jagodics. Jagodics szerel. Majd pedig kiemeli a labdát. Nem sokáig örülhettünk, és már ismét a vendégeknél egészen pontosan Nagynál a játékszer. Nagy. Nyári. Gera. Ráccal a nyakám. Ez majdnem bejött középre Nyári beadásra, de ezt is lefüleltük. Szilágyi a labdával. Most egy picit nyomnak a szegediek, viszont gólhelyzetet szerencsére nem sikerült kialakítaniuk. Ez a kis fölényük, ez a labdabirtoklásban nyilvánult meg az elmúlt percekben. Haris teszi ki a jobb oldalra. Köncei próbálkozott, és ki is harcolt egy bedobást a szegediek javára. Haris. Prosser teszi vissza. Köncei. Szilágyi. Egy újabb bedobás a vendégek javára. Ezt is Köncei végezheti majd el. Akkor, amikor a 35. perc is lassan véget ér, és az állás haladás, Szeged a pontvadászat 11. fordulójában 1-0. Nyári a labdával. Visszateszi Szilágyi. Nagy. Ilyenkor Gera szokott jönni, de most nem ő kapja. Egy kemény belépő, Bosnyák, szabadrugás a tiszapartiak javára. Egy nullás szombathelyi vezetésnél mindez. Tekeredik középre a labda, viszont Bosnyák kifejeli. Doktorics már nem ért el, így aztán szöglet a vendégek javára. Ezt is Prosser végezheti majd el. Hú, jó tekeredik, viszont Pálfi maga biztosan fogja meg a labdát. Ezzel elhárítva, ezzel a légi veszélyt. Szép nagy kirúgás Pintér felé, viszont Szilágyi fejelte vissza a labdát. Doktorics. Pintérhez most eljutott a játékszer. Pintér térről fordul, jól tartja meg a labdát, Csernik. Kijöttünk egy picit most a szorításból. Bíró kapja a játékszert. Bíró. Nagy. Óvári. Óvári befelé cselezget. Ez pontosnak tűnik. Jaj, de picit hosszan szöktette magát. A vendégek játékos és Jagodics közbe tudott lépni. Szerencsénk volt, hogy túlságosan gyorsan akarták ezt a támadást befejezni a vendégek. És hiba csúszott a dologba. És ennyi kis pici hiba elég volt ahhoz, hogy Jagodics ott teremjen. És rendet tegyem. Pálfi rúgja ismét át a szegediek tér felére. Gera fejelte fel a magasba, és szerintem kilökték Pintért a labda alól. Ő is így látta, így gondolta, hogy Haris szabálytalankodott, a játékvezető másképpen döntött. Jöhetnek a szegediek egészen addig, amíg előre nem rúgják a labdát Pálfiig. Pálfi visszabikázza azt a mezőnybe egészen Molnár Farkasig. A két kapus kiszorítózott most.
38. perc is letelt az álláshaladás Szeged Nyíri találatának köszönhetően 1-0. Horváth a labdával. Visszateszi azt Jagodicsnak. Jagodics Rácz felé. Rácz nem tudta átvenni, mivel hogy Prosser keményen odalépett. Egy hosszan előre vágott labda, nagy a versenyfutás, reméljük, hogy Bosnyák nyert. Sikerült Bírót megelőznie. Így viszont szöglet lesz majd a vendégek javára, amit a 9-es számú Prosser végezhet majd el. És rászendítenek a szegedi szurkolók is. Jöttek a Tisza partjáról, vagy 3, 6, 8-an, 10-en. Gondolom két autó, vagy egy kisebb busz. Prosser tehát a jobb oldalról. Maradjunk annyi, hogy Pálfi szemmel verte a labdát. A lényeg, hogy a vendégjátékosok sem kapcsoltak időben, így aztán kirúgás javunkra akkor, amikor a 40. perc elején az állás 1-0 javunkra. Horváth. Gera lépett közbe, aztán Nyíl ugrik fel. Neki érezte azt, Óvárié. Óvári nem sokáig örülhetett neki. Horváth Rajmund közbelépése után bedobás, amit Gera végezhet el a szegediek részéről. Haris pedig nemes egyszerűséggel kivezette a labdát az oldalvonalon kívülre. Most akkor mi dobhatunk? Konkrétan Nyíri. Nyíri, aztán Rácz. Nyári tette vissza a labdát. Gera. Nagy. Most pedig már Szilágyi, a másik belső védőjük a vendégeknek. Haris teszi vissza neki. Gajdos, aztán Szilágyi. Csonka fejelte ki oldalra, bedobás a szegediek javára. Gajdos végezheti el. És a labda a pályán kívül, egészen pontosan az alapvonalon kívül. Kirúgása javunkra a 41. perc végén, 1-0 Szombathelyi vezetésnél. Nyíri. Haris, majd pedig Óvári a szegediek részéről. Csonka. Megelőzte az emberét Gajdost. Csonka. Kiről ment ki? Csonkáról, hogy aztán bedobás a tiszapartiak javára. Gera vállalkozik erre. És ő kapta vissza a labdát. Teszik középre, elég veszélyesen tekeredett a kapunk elé, viszont nem ért hozzá senki. Lemaradt Prosser is a túloldalon szerencsénkre, kirúgása javunkra. A találkozó 42. percének végén egy gólos Szombathelyi vezetésnél. Az utóbbi percekben inkább a szegediek birtokolták többet a labdát, ez viszont olyan nagyon nagy helyzetben nem nyilvánult meg. A vezetésünk után egy picit átvették az irányítást a tiszapartiak, de nem annyira, hogy túlságosan aggódnunk kellene. Egy jó gyors kontrával akár sikerülhetne megdupláznunk az erényünket, és az lenne az igazán megnyugtató. De hát hol az a második gól? Most Cserniket rántják le. Köncei volt az szerintem, aki most összehozott magának egy szóbeli feddést. Avagy sárgalapot. Az előző lett az igaz, tehát szóbeli figyelmeztetésben részesült a tiszapartiak jobboldali védője.
Bosnyák végezhet el a szabadrugást. Csernik. Rácz hozza ki a többülésből a labdát. Bosnyák, Csonka, Jagodics. Horvát, ez egy falt volt. Horvát szerint, hát meg szerintem is, a játékvezető nem így látta. Jöhetnek a szegediek. Haris. Bíró. Bosnyák fejelte vissza, Zvekanov pedig levette a labdát. Doktorics. Egy kötént kiosztott bírónak, viszont belehaltunk a szépségbe, mert a labda nem a miénk, hanem a szegedieké lett. Nyári perdült, fordult, majd pedig Harishoz passzolt. Haris, bíró. A labda útja. Ismét Haris. Szilágyi. Molnár Farkas. Nyári helyett inkább. Nagyot választotta, most pedig ismét Szilágyi. Gajdos kapott egy kemény rúgást hátulról. De ez is csak egy szóbeli figyelmeztetést ér. Lassan lecsorog a rendes játékidő utolsó perce is, azaz véget ér az utolsó perce is. Továbbra is 1-0-ra vezetünk, és hamarosan jelezni fogja a tartalék játékvezető, hogy lesz-e hosszabbítás. Szilágyi teszi vissza Molnár Farkasnak. Új fent Szilágyi. Előre vágott labda. Rosszer felé. De ez pontatlan. Bosnyák dobhatja be majd a lasztit. De csak dobhatná, mivel a játékvezető nem hosszabbít ebben a pillanatban, tehát véget ér az első fél idő, melynek végén 1-0-ra vezetünk. A találkozó első negyed órája telt el az ismerkedéssel, aztán előbb Rácz Barnabás, majd pedig Horváth Rajmond eresztette egy jó-jó lövést. Rácz Barnié a felső részről pattant ki, aztán nem sokkal később Nyíri egy óriási bombagollal szerzett vezetést. A lövés a jobb oldali kapufáról vágódott a hálóba, azzal vezettünk 1-0-ra, aztán a 31. percben Nyári lövése járt közel a kapunk jobb felső sarkához, szerencsére elkerülte, azt követően viszont inkább mezőnyben gyűrték együtt egymást a csapatok, így aztán 45 percnyi játék után a csapatunk a haladás 1-0-ra vezet, most akkor a szünet következik majd, és a rövid pihenőt követően folytatódik majd a mérkőzés itt a Hali Stadionban, tartsanak majd akkor is velünk!
Hamarosan folytatódik, tehát kedves nézőink itt a Hali stadionban a Haladás Szeged Csanád Grosics Akadémia Merkantil Bank Liga labdarúgó mérkőzés, mert a két csapat a pontvadászat 11. fordulójában játszik, és melynek félidejében 1-0-ra vezet a Haladás, mégpedig Nyíri 20. percben szerzett bomba góljának köszönhetően. A velünk párhuzamosan zajló Győr Budafok mérkőzés félidejében a vendég budafokiak 1-0-ra vezetnek. Egy NB1-es találkozó is tart jelenleg. Némi meglepetésre Ferencváros Debrecen a 66. percben 2-2-re állt akkor a mérkőzés. 2-0-ra még vezetett a fővárosi együttes, aztán a hajdúságiaknak sikerült egalizálniuk. Ennél viszont sokkal, de sokkal lényegesebb az, hogy itt a csongrádiaknak nem sikerült egalizálniuk. Isten igazából egyetlen egy olyan lehetőségük volt, amikor nyári lövésekor fel kellett sziszennünk. Megnézte magának kapunk jobb felső sarkát a vendégek játékosa, de szerencsére azt nem talált el. Így aztán továbbra is vezetünk 1-0-ra. Mégpedig nem győzöm elégszer elmondani Nyíri csodálatos nagy góljának köszönhetően, melyet éles szögből, régebben ugye erre azt mondták, hogy Sándor Csikar szögnek mondták, szóval egy rettentő éles szögből bombázott a kapuba, mégpedig úgy, hogy a labda a kapufáról vágódott a hálóba. Na ennyit a múltról, nézzük most akkor a jelent. Ha jól láttam, akkor egyik csapat sem cserélt, legalábbis ezt a tartalék játékvezető nem jelezte. Bedobás a vendégek javára. Kóvári tette vissza a lasztit. Gera tette Szilágyihoz. Köncei passzolja be középre Harishoz, de Rácz Barlinak sikerült szerelnie. Csapatkapitányunk visszatette a lasztit Csonkának, majd pedig előre Pintért kerestük a játékszerrel. Hát olyan faltosnak tűnt a történet. A játékvezető úgy döntött, hogy mehet tovább a játék. Köncei. Átra teszi kapusához, Molnár Farkashoz. Rázend itt a Hali tábor, a végig közép. Van is oka örülnie szombathelyi közönségnek. Elvégre ebben a stadionban egy ebszőnyek cseréjét követően a második mérkőzésén is győzelemre áll a csapatunk. A Soroksárt 2-1-re itt legyőztük, most pedig minden esélyünk megvan arra, hogy a Szegedet is felülmúljuk, és abban az esetben meg is tudnánk előzni a tiszapartiakat a bajnoki tabellán. Egy szép szerelés, Bosnyák, de ezt nem visszaszerzik a labdát nyári révén a vendégek, egy picit hosszan szöktette magát. A tiszapartiak játékosa is, visszaszereztük a lasztit, és most már Csernik a labdával a bal oldal helyett a jobb oldalon, ugye átment a túloldalra. Ott Isten igazából ugye Horváth Rajmi szokott volt számoldozni. Csernik inkább a bal szélen szokott tüsténkedni. Pintér csúsztatta fejjel tovább a labdát, aztán jöhetnek a vendégek. Lesről jött vissza a támadónk. Haris szervezi a játékot rendre a vendégeknél. Nagy, ismét Molnár Farkas, most ő előre teszi, átad Mitér felünkre. Picit kivillantették az egyensúlyából Horváth Rajmondot. Sníri. Ez így már megint csak nagyon jó nekünk. Rácz. Bosnyák. Doktorics. Na Doki, induljunk meg ugye, ahogy Budafokon tetted. Bosnyák. Egyébként azt halka hozzátenném, hogy Doktorics nem csak Budafokon játszott remekül, hanem itt Szombathelyen a Soroksár elleni sikerünk alkalmával is a csapatunk egyik legjobbja volt. De hát ez csapatjáték is, igazából oly mindegy, hogy eddig ki hány gólt szerzett. Egyéb iránt nálunk a háromgólos Rácz Barnabás eddig a legeredményesebb, őt pedig Pintér Filip követi az ő
maga két találatával, tehát ez csapatjáték. Itt tényleg az a lényeg, hogy a csapat muzsikája jó, az, hogy az egyén éppen ebben éppenséggel ebbe mennyit tud beletenni, az egy mellékes történet, egy mellékes dolog. És ha már itt tartunk, akkor a csapatunk nagyon-nagyon úgy fest, hogy Zsinórban a 8. mérkőzését is le tudja játszani veretlenül a bajnokságban. Ugye ehhez még hozzábígyeztettünk egy magyar kupa mérkőzést is, de ezt még véletlenül sem szeretném elkiabálni, már csak azért sem, mert a találkozóból még minimum 40 perc hátra van. Ugyanis az 50. percben járunk jelen pillanatban, sőt, most már az 51-ben. Posnyák, doktori csaladával. Majd pedig Zvekanov. Zvekanov Cserniket választotta, visszakapta Zvekanov. Ez pontatlan, ez az előrevágott labda, Köncé pedig ki is engedi. Bedobása javukra, mármint a szegediek javára, amit az említett Köncé végzett el. Visszakapja Szilágyitól a zsugát. Pintér húzta vissza a vendégek szélső védőjét, szabadrugás a szegediek javára. Nagy labdával. Majd pedig Gera. Geri előre tette, Jagod is vissza. Most pedig már Nagy emeli előre. Csonka lépett közbe, Rácz, Csernik, Horvát. Visszacsel, ez jó Zvekanovnak, lőni is lehetne Zvekanovnak. Lő is Zvekanov, kijön a labda a kapusról. Jaj, de kár érte. Csernik érkezett, de nem sikerült neki a kapuba továbbítani a lasztit. Ez nagy helyzet volt az 52. percben. Lényegében a második játékrész első jobb lehetősége, most pedig már Pintér! Hú, a kutya fáját! Hát lényegében 30 másodpercen belül két ordító nagy helyzetünk volt. Előbb Csernik, majd pedig Pintér lábában volt a második gólunk. Sajnos mindkét esetben ott is maradt. Hát semmi perc alatt felpörögtek az események. A kár az, hogy az eredmény nem változott, és maradt az 1-0 a javunkra, ami azért a leglényegesebb információ. Zekanov. Jagodics. Horvát. Hát teszi a túloldalra. Bosnyák. Doktor is kéri a labdát. Kérdés, hogy kapja-e? Nem ő kapja. Csonkát választotta Bosnyák. Jagodics. Horvát. Rát. Pintér felé. Nézzük, ki gyűjti be a vendégek. Prosser. Köncei. Most viszont már Rácz a labdával, és most megindulhatunk. Rendületből vezethetjük rá a labdát, egészen pontosan Rácz a vendégek védelmére. Bosnyák visszateszi azt. Csernik lövésre vállalkozik, ez viszont messze-messze elkerüli a tiszapartiak kapuját. Jó játszunk! Összességében úgy gondolom, hogy lényegesen többet lőttünk kapura. Az első fél időben 6-3 volt a lövések aránya. Jóval veszélyesebbek vagyunk a kapura, mint a szegediek. Öröm ezt kimondani, mégpedig azért, ugye, mert a találkozó előtt a vendégek, a tiszapartiak két ponttal többen rendelkeztek, mint mi, és egy helyen meg is előztek bennünket a tabellán. Nagyon szép cselek Doktoricstól! Csernik. Bosnyák vissza Csonkának. Csonka előre. Horvát visszalép. Jagodics. Óvári szerzett labdát a szegediek részéről. Prosser. Prosser egy csel. Bosnyák mellett próbálkozik. Középre is teszi. Olyan a kutyafáját. Hiába védett először Pálfi nagyot, a kipattanó labdát a szegediek. A hálóba lőtték, ha jól láttam, a 17-es számú. Nyíri volt a gólszerző. Az 55-ös számú Nyári, tehát aki ezt a gólt lőtte.
Legalábbis én úgy láttam. Nyíri után nyári, kérdem én nagy tisztelettel, hamarosan kiderül. Hát ez nem, ez abszolút nem volt bent sem a mérkőzésben, sem a második félidőben. Eddig mi irányítottak a játékot, többet birtokoltuk a labdát. Két óriási zicserünk is volt, és akkor lényegében mind derült égből a villámcsapás jött. Az 55. percben tehát a vendégek egyenlítő gólja. Éppen előtte zengtem ódákat a játékunkról, és Gajdos volt végül is a 11-es számú. Gajdos talált be, nem pedig a 17-es számú nyári. Ez a lényegen semmit nem változtat az állást, tehát haladás Szeged 1-1. Jagodics. Hát ez a veszélye annak, amikor lényegében egy gólos előny van, hogyha nem rúgja rá a csapat a másodikat, akkor nagyon hamar változhat a szituáció, és kezdhetünk mindent előről. Az első félidőben is voltak lehetőségeink arra, hogy növeljük az előnyünket. Most itt a második félidőben egy perc alatt előbb Csernik, majd pedig Pintér került zicserbe. Kimaradtak a helyzeteink, és jött a Szeged, mégpedig akkor tehát Gajdos, az, aki egy kipattanó labdát a hálóba lőtt. Előtte hiába védett nagyot Pálfi. Hát összességében el kell mondani tényleg, hogy nem véletlenül van 17 pontja a tiszaparti csapatnak, és eddig veretlenek ugye idegenben. Három döntetlen és két győzelem volt eddig a mérlegük. Sikerül nagy nehezen kifejelnünk a labdát. Most tényleg a 17-es nyári jött a kipattanóra, és ő szabálytalankodott. Nyírivel szemben. Most pedig villan a sárga lap. Reklamálásért kapják a szegediek. Ez tényleg nyári volt. A 17-es és nem a 11-es Gajdos, aki a gólt lőtte. Csonka labdával. Pálfi. Huszonnyi, hogyha Horváth felé. Nyári Patrik sárgult be. Immár hivatalossá vált. Mosnyák. Jó labda, Svekanov. Ez volt egy nagyon jó lövése, most viszont Rácz Barnihoz passzolt. Csonka. Jagodics. Horváth. Nyíri. És Csernik is megy a labdáért, Nyíri szerzi azt meg. Hosszabbul jártunk, jobb lett volna, hogy a játékvezető hagyta volna tovább a játékot, és nem fújja le a Csernik ellen elkövetett szabálytalanságot. Szabadrugás a javunkra, a vendégek térfelének közepéről. Akkor, amikor az 59. perc elején az állás haladás Szeged 1-1. Rácz a labda mögött. Kiöklözi a vendégek kapusa. Doktorics, Bosnyák. Cser Bosnyáktól, aztán Doktoricshoz ismét a labda. Doktorics lő, lepattan a lövése, pontosabban megpattan Bírón. És Bíró veszi most le a labdát. Rácz próbálja megállítani a vendégek kontráját sikerrel. Nyíri a labdával már. Uha, ez pontatlan volt. Közbeugrott a gólszerző Gajdos. Egy sárga lap a mieinknek. Jagodics az, aki ezért a faltért sárglapos figyelmeztetésben részesült. Hát faltolnia kellett Jagónak, mert megindult volna a szegedi roham. Kontratámadás.
mozgolódás van a kispadunk környékén, úgyhogy valószínűleg, hogy csere következik majd. Alexander Jovic döntött tehát először amellett, hogy változtat a csapatám. Rácz. Mintér felé, de hosszú ez a labda, és már Molnár Farkas kezelheti azt le. Hosszan megnyújtja előre a Szegediek csapatkapitánya. Lesről jött vissza a vendég támadó, így aztán közvetett szabadrugás, amit Bosnyák már el is végzett. Csonka. Szakály jelentkezik játékra nálunk. Hamarosan. Gajdos tette vissza, majd pedig Haris előre. Csernik. Horváth. Kiharcolt egy bedobást a javunkra, Óváriról ment ki a labda. Rácz a bedobás után. Prosser. Bosnyákhoz passzoltak a vendégek. Jöhetünk mi a kontránkkal. Pintér szépen vett át, szépen tartotta meg. Bosnyák a Lasztival sikerült még neki bent tartania. Viszont a beadás már nem volt pontos. Doktorics egy lövés, elmegy a kapu előtt. És most jön majd a csere. Jöhet majd a csere. Vagy még vár vele egy picit Jovic mester. Kirúgás a Szegediekre vár, akkor amikor találkozó 62. percének derekán járunk, az állás pedig haladás. Szeged Csanád 1-1. Nyíri hajtott előre a labdát Csernék felé. Most viszont már a vendégek kontrája következhetett volna, viszont azt Nyíri lekapcsolta. Bedobás a Szeged javára, hát innen úgy tűnt, mintha mi jöhetnénk. Kettős csere lett a dologból végül is, Szakály mellett Simut, Lukasz Mario is játékra jelentkezik. Nézzük, hogy kik jönnek le nálunk. A vendégeknél is cserék lesznek majd a 27-es Kővár, itt látom. Horváth Rajmond jött le nálunk, az biztos. És a 88-as Márkvárt is ott áll már a vendégek kispadja előtt. De ezzel a cserével egyelőre még vár a vendégek mestere Alexander Stevanovic. Horváth mellett még, ha jól láttam, akkor Bosnyák az, aki lejött a pályáról tőlünk. És most jön majd a csere, a kettős csere a vendégeknél is. Tehát Kővári és Márkvárt állnak majd be. De közben a labda. Nálunk Zvekanovat buktatták a vendégek a felőzővonal környéken. Módosult tehát a hadrendünk, Doktorics jött hátra a baloldali védő pozíciójába, Bosnyák helyére. Horváth Rajmond. Helyett pedig majd Simut fogott a jobb oldalon tüsténkedni. Most jönnek akkor a cserék. Köncei jön le, a 18-as számú Köncei.
A labda pedig most Csonkánál. Doktorics, Csernik. Csernik befelé vezeti a labdát. Pintér. Szakály. Doktorics. Csonka. Szimut felé. Összefejelt két játékos, tehát rohannak is a segítők, ami teljesen érthető. Egyet, tehát az állás akkor, amikor a 67. perc elején járunk. A 20. percben még Nyíri szerezte meg számunkra a vezetést, amit aztán az 55. minutumban egyenlítettek ki a vendégek, meg pedig a 11-es számú Gajdos találatának köszönhetően. Hát azóta nem igen forogtak veszélyben a kapuk, tehát az elmúlt 10-11 percben nem volt zicsere egyik együttesnek sem. De hát még egy jó 20-25 perc hátra van a mérkőzésből. Hát szerintem 25 biztos, mert azért itt a hosszabbítás, már csak ezért a sérülés miatt is biztosan lesz. Kár ezért a találataért, amit kaptunk az 55. minutumban, mert abszolút nem volt semmi előzménye, tehát nem igen szorongattak a vendégek, egyszerűen egy lövés kijött, ahhoz amúgy nagyot védő Pálfiról, amit a duplázás során Gajdos a hálónkba juttatott. Azzal találattal lett 1-1 az 1-0-ás félidei vezetésünket követően. Lassan, de biztosan talán folytatódhat a játék, minden esetre Szimut is egyelőre. Ott ül még az oldalvonal környékén. Csúnyán összefejelt a két játékos már, mint a szegedi és Szimut személyében a mi futballistánk. Hála az égnek már talpon van Szimut is. Cserélnek még egyet a vendégek, Pap Áron, a 22-es számú Pap Áron jön, még például a 2-es Óvári helyére. Gera is lement, tehát most Óvári is lement, és még jött 55-össel. Gyorsan megnézem, hogy a vendégeknél ki is van 55-össel a keredben. Tehát a 22-es Pap Áron jött, és az 55-ös Tóth Bence. Egy újabb szünet. Mégpedig azért, mert Zvekanov ezért a megmozdulásáért sárgalapos figyelmeztetésben részesült. Vendége, tehát már 4 helyen is változtattak a kezdőcsapatukon. Míg Alekszandar Jovics egyelőre két cserélt
eszközölt. Jagod is fejelte vissza a labdát a 70. perc vége felé, 1-1-es döntetlennél. Zvekanov teszi le a labdát. 1155 a nézőszám, ez én azt hiszem, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy bizony alaposan lehűlt az idő, és a szél is rendesen lengedezik, akkor ez nem is olyan rossz, hát reméljük, hogy ha a csapatunk továbbra is veretlenül tudja le a bajnoki mérkőzéseket, akkor ez majd hamarosan 2-3 ezerre is fölmegy, ahogy az oroszok mondják, minimum 2-3 ezerre. És természetesen az orosz nyelvre gondoltam most, még mielőtt valaki rosszat látna a dologban. Csernik a labdával, legalábbis küzd a labdáért, és talán meg is sikerül megszerezni. Így van, megszerzi Csernik. És kiharcol egy bedobást. Szakály elvégezte, és vissza is kapja az Doktoricstól. Mármint a labdát. Doktorics kapja most meg Szakálytól. Csonka egy újabb bedobás a javunkra. Doktorics. Pintér küzd a labdáért. Kővári, majd pedig újból bedobás a javunkra. Doktor is végezte el. Most Rácz felé Alaszti, Prosser volt, aki levette. Most pedig már Jagodicsnak kell tisztáznia. Sikerül is neki, viszont röviden. Pap nyargal itt el a jobb oldalom. Doktor itt csal a nyakám. Egy előrevágott labda, nagyon szépen hagyja az Csonka, hogy kimenjen az alapvonalon túlra, kirúgása javunkra. A 72. perc végén 1-1-es döntetlennél. Doktorics. Nagy, most már a vendégek részéről. Aztán Haris. Molnár Farkas. Zvekanov fejelte vissza. Most pedig már bíró. Pap kapja ismét a jobb oldalon. Szokás szerint Doktorics, aki próbálja megállítani. Doktorics fejeli ki. Kővári dobta be. Gajdos középre teszi. Ebből még mond is lehetett volna, viszont egy szabálytalanság Rácz Barnival szemben mi rúghatunk szabadot a 16-os vonalról. Pálfi fogja majd elvégezni. De akkor már nem a 16-os vonaláról, hanem jóval előbbre a Csonka. Doktorics. Csernik. Rövid volt a labda, Bab gyűjtötte be. Aztán Markvárt passzát már lekapcsoltuk. Kötéssel a fején Simut volt, aki visszapasszolt. Nyíri. Rácz. Ez volt, sajnos jelzi. Az asszisztens a játékvezető pedig befújja. Lényeg, hogy Rácz már talpon, nem kell az orvosi stábnak, az egészségügyi stábnak pályára lépnie, pályára futnia. Nagy a labdával, majd pedig Molnár Farkas. Markvárt teszi vissza a vendégek kapusának, majd pedig nagy a labdával.
Bedobás javunkra a 75. percben Nyíri végezheti el, aki a 20. minutonban szerzett vezetést nekünk. Arra aztán az 55. percben Gajdos válaszolt. Csonka. Doktorics. Csernik. Szakály. Kiléptek a vendégvédők. Pontosan Szilágyi volt az, aki kiharcolt egy szabadrugást a Tiszapartiak javára. Újabb kettős cseren állunk. Hamarosan Katona és Mohos érkezik majd. Két fiatal, saját nevelésű játékosunk. Adda viszont egyelőre szegedi lábakon vándorol. Most viszont szagadulgása javunkra. Jagodics harcolta ki. És Nyíri végzi majd el, de csak a cserék után. Tehát Katona és Mohos, akik pályára lépnek. Nézzük, kik hagyják el a játékteret. Pintér Filip az egyik, a másik pedig Csernik. Értelemszerűen két támadó helyére két támadó érkezik. Tehát a center pozícióban 17 esztendős fiatalembert egy másik 17 esztendős fiatalember vált. Azért ez sokat elmond arról, hogy milyen szelek fújnak itt a Rohonczi úton, tehát lehetőséget kapnak a fiatal játékosok arra, hogy bizonyítsanak, és jól jön középre a labda. Szimut beadását követően sajnos nem sikerült játékba avatkoznia a két érkező támadónknak. Mohos a labdával most. Mohos. Zvekanov. Hát a cseréket nézzük, akkor 4-4 az állás. Az eredmény meg amúgy 1-1. Túlságosan hosszú volt ez a labda. Nem tudta begyűjteni Mohos Barnabás. Ha jól emlékszem, akkor ő Tisza Kécske rúgott egy irtózatosan nagy gólt. Most a 78. perc is véget ér, az állás pedig továbbra is haladás, Szeged 1-1. Mohos küzd a labdáért. Viszont a vendégek dobhattak. Kővári már előre is hajította a játékszert. Most pedig már Katona felé jön az előre passz. Nagy meg tudta előzni a játékosunkat, most pedig már Kővári, aki nemes egyszerűséggel az oldalvonalon kívülre passzolt. Viszont most úgy néz ki, hogy Csonka meghúzódott, vagy pedig elszakadt valami a combiában. Sokkal jobb lenne, hogyha az első variáció jönne be, tehát ha csak egy húzódásról lenne szó, szóval minden esetre nagyon úgy fest, hogy komolyabban megsérült a belső védőnk, az egyik belső védőnk. Már talpon is, a 14-es számú. Ene. Úgyhogy ebből valószínűleg csere lesz. Ami már meg is történt. Hát mielőbb így gyógyulást kívánunk Csonka Bonifácnak, mivel hogy teljesen egyértelmű, hogy ez a csere sérülés miatt következett be. Viszont az vigasztaló lehet a számunkra, hogy az egyik minőségi belső védőnket egy másik minőségi belső védő váltotta. Ez is mutatja a keretünk mélységét.
Ene. Mohos próbálkozott meg egy átadással, amit lefülelhetek a vendégek. Bíró a labdával. Márkvárt teszi ki a bal oldalra. Ő kapja vissza. Elnézést, közben pedig egy szöglet a szegediekkel vára. Jagodics akadályozza, de meg Márkvártot abban, hogy középre tegye a labdát. Haris próbálkozott meg kétszer lövéssel. Szerencsére egyik alkalommal sem járt sikerrel. Mármint a labda nem került el a kapunkig. Nem jutott el a kapunkig. Most viszont egy újabb sarokrugás a szegediek javára. Annyi különbsége, hogy most nem a bal oldalról, hanem a jobb oldalról ívelheti középre Prosser a labdát. Prosser beadása. Visszakerül hozzá. Próbálkozhat újból. Sikerül kifejelni a labdát. Simut Mario az, aki megindulhat a jobb oldalon. Márkvárt szerelte. Most pedig már egészen nagynál. Van háttal a Laszti, aki ő a kapusához passzol, Molnár Farkashoz. Nyíri fejelte vissza, Simut pedig megszelidítette a labdát, majd megindul a jobb szélem. Nyíri kapja, majd pedig Zvekanov. Ene. Doktorics. Ismét Ene. Jó labda. Simut. Egészen hátra kerül Laszti Jagodicshoz. Jagodics pedig Pálfi lábára teszi a játékszert. Pálfi előreíveli. Nyíri csúsztatta meg fejjel. Viszont ezt a szegediek gyűjtötték be. Megkezdődött közben az utolsó 10 perc is, egészen pontosan a 83. minutumban járunk már. Az állás még továbbra is, haladás Szeged 1-1, Nyíri, illetve Gajdos találatának köszönhetően. A mi gólunk a 26. percben esett, még a vendégeké az 55. Hát jó lenne, hogyha forgatókönyv hajazna a Soroksár elleni meccsünkre, hogy akkor is vezettünk 1-0, aztán lett 1-1. És a végén 2-1-re győztünk, azon a meccsen a győztes gólunkat Simut Lucas Mario szerezte, aki most a pályán van. Tehát van esély arra, hogy ugyanaz legyen a forgatókönyv a végjátékot illetően. Most viszont bedobás a szegediek javára. Zvekanov fejelte ki az oldalvonalon kívülre, újra jöhetnek a vendégek. Messze előrehajtotta Kővári a labdát. Így viszont most már mi következhetünk Doktorics révén egy bedobással. Szakály fejelte tovább, Katonát viszont elválasztották a labdától, vagyis megakadályozták abban egészen pontosan, hogy megszerezze azt. Zvekanov között, majd pedig Rácz. Nem jártunk sikerrel. Prossert szereltük, és egy hosszú indítás Katona felé. Hát Katona egyszerűen egy kicsit keményebben lépett oda. Hát akkor ezek szerint egy kicsit túlságosan is keményen lépett oda, mert rögtön sárgalapos figyelmeztetésben részesült. Hát Katona Pisti soha nem megy a szomszédba egy kis harci kedvért.
Tehát már az imént arról beszéltem, hogy a Soroksát hogyan győztük le, akkor az mindenképpen emlékezetes pillanat volt, amikor Katona Pisti kiharcolt egy labdát, megküzdött egy labdáért, majd pedig Csernékhez passzolt, és Csernék volt az, aki lényegében szinte kihagyhatatlan helyzetbe hozta Simut Máriót. Simut Lukasz Máriót egészen pontosan. Most pedig egy újabb szabadrugás a vendégek javára. Hát nem tudom, hogy miért fájlalja a lábát most a szegedi játékos, amikor inkább lerántott a szakály, mint sem, hogy belerugott volna. Haris minden esetre meggyógyult nagyon gyorsan. Ugye aztán folytatódhat a játék a 86. percben 1-1-es állásnál. Márk várt a labda mögött. Szilágyi. Ene kapcsolja le a labdát. Rácz. Jön Katona. Szakály felé. Szakály viszont lesről jött vissza. Közvetett szabadrugás a Tiszapartiak javára, amit Márkvárt végezhet el. Viszont ő inkább hagyja azt Szilágyinak. Megy vele az idő. Gondolják a vendégek. Sőt. Szilágyi meghagyja Volnár Farkasnak. Na, remélhetőleg, hogy a végén ne az egyik szurkoló végzi majd ezt a közvetett szabadrugást. Mert Volnár Farkas mögött már csak ők voltak. Haris a labdával. Beíveli a kapunk elé, a Godis pedig kibólintja. Ismét Volnár Farkas játékban. Nagy. Prosser. Ismét Molnár Farkas. Aztán Szilágyi. Kővári. Haris. Kővári kapta vissza. Bíró a labdával. Le sem volt. Így van. Jelezte az asszisztens, hogy mi jöhetünk most közvetett szabadrúgással, amit majd Ene végezhet el. Feltéve, hogyha ezt hagyja bíró. Jagodics. Nem jutott el a labda szakályhoz. Márkvárt. Nyíri fejelte vissza. Rácz felé. Márkvártól elveszi Katona. Szakály, aztán Mohos. Na most talán lesz lehetőségünk kontrázni. Rácz vette át egy picit hosszan, nagy pedig a mezőnybe vágja a labdát. Zvekanov viszont begyűjti. Zvekanov. Mohos felé, de csak sajnos felé. Pap gyűjtötte be a labdát, most pedig ő indul meg itt a jobb oldalunkon. Szerencsére nem jutott el hozzá a labda, mert Doktorics helyezkedett jól. Mohocs. Mohos után Doktorics, majd pedig Enel. Na, nyomjuk meg egy kicsit a mérkőzés hajráját. Doktorics, Mohos. Mohos megindul befelé. Rácz. Nyíri, hosszú neki sajnos egy kicsit a labda, de be tudja még érni az oldalvonal előtt. Nyíri, Simut, bedobás a javunkra. Amit majd Nyíri végezhet el. Jagodics, Ene, Doktorics kéri. Ene viszont megindul. Katona, Márkvárt volt előnyösebb helyzetben. Pálfinak kell jönnie a kapujából. Janis. Mohos. Le kéne venni Barni. Pici lökés volt ebben, most pedig ez egy visszahúzás. Kővárit húzta vissza Mohos. Villan is a sárga lap várhatóan. Igen, hát az az igazság, hogy először Mohossal szemben szabálytalankodtak, őt lökték ki a labda alól. Utána jött a szabálytalanság. És olyan borvető, aki Szombathelyről ment a szegedi csapathoz. Köszönöm.
Egyébként Nyári Patrik, Gajdos Zsolt, Doncsesz Levente is játszott a Haliban, mielőtt a Szeged keretébe bekerültek, és ugye Borvető is az előző szezont még itt töltötte nálunk zöld-fehérben. Elkezdődött a találkozó 90. perce, és Nyíri dobhatja be a labdát. Nemhogy elkezdődött, mindjárt véget is ért, és láthatjuk, hogy mennyi lesz majd a hosszabbítás. Minimuma Jagodics. Minimum 4 percet hosszabbít majd a játékvezető. Teszi ezt majd 1-1-es eredménynél. Most tette Szakályhoz, Szakályt ugyan szerelte Haris, de bedobás a javunkra. Doktorics jön, hogy elvégezze. Ismét bedobás. Nyertünk egy métert körbelül. Rácz, Mohos, Doktorics. Csel Doktoricstól, Rácz. Mindig Rácz, Márk vártal a nyakán. Szöglet. Na, jön előre Ene, jön előre Jagodics, azaz a magas belső védőink. Most itt a hosszabbítás pillanataiban beszép lenne kiharcolni a győzelmet. Minden esetre Rácz Barni, a csapatkapitányunk van a labda mögött. Minden szegedi játékos a saját 16-osán belül, Rácz laposan. Eljut a Laszti középre. Viszont Bíró indult meg előre. Hoppá, ez nagyon kemény volt, Nyíri lábára tartott rá. Bíró, és teljesen jogos az a sárga lap, amit meg is kap. Nagyon fájdalmas arccal a gyepszőnyegen Nyíri. Viszont Ene villámgyorsan meggyógyította kézrátétellel. Szabadrugás természetesen a javunkra, a szegediek térfelének közepéről körbelül, avagy egy picivel közelebb a felezővonalhoz. Doktor is végzi majd el. Ő íveli előre. A tülekedés a 16-oson belül, és végül sikerül felszabadítaniuk a vendégeknek. Prosser indul meg a labdával. Keresztlabda, Pap kapja. Pap visszateszi, Szilágyi, Szilágyi előre. Ez is egy falt volt, Kővár, itt választottuk el szabálytalanul a labdától. Most a vendégek rúghatnak szabadrugást, mondjuk úgy, hogy a jobb összekötő helyéről. Gajdos tette le, de nem ő fogja elrúgni majd. Márk várt ott a labda mögött, és jön az állandó pontrugás specialistájuk is, pontrugás felelősük, Prosser is. Egy-egy, tehát az állás, és már a hosszabbítás percében járunk. Végül is Márk várt az, aki ott marad a labda mögött, és majd elvégzi ezt a szabadrugást. Veszélyesen száll középre a labda, de sikerült most nekünk kifejelnünk. Egy távoli lövés, amit Pálfi könnyedén ölelt magához. És pedig akadályozták a kirúgásban, ezért aztán szabadrugás javunkra, amit már el is végzett Pálfi. Ene, Doktorics. Doktorics Enéhez passzol. Ismét Doktorics, Mohos. Aztán újfent Doktorics, viszont becsúszva szerelnek a szegediek. Pap volt az, aki megakasztotta a támadásunkat. Játékvezető visszafújja, Kővári ellen elkövetett szabálytalanságot, most szabadrugása szegediek javára. Pop már meg is kapta a labdát a térfelünkön. És ebben a pillanatban a játékvezető véget vet a mérkőzésnek. A 8. bajnoki találkozónkon is veretlenek maradtunk. Zsinórban a 8. bajnoki találkozónkon.
Az első fél 20. percében Nyíri egy óriási bombagóllal szerzett nekünk vezetést, és ez a vezetés a félidőben is megmaradt, tehát a szünetben 1-0 volt a javunkra. Aztán a második félidő elején az 55. minutumban egy picit váratlanul egy lövés után kipattanó labdát Gajdos paskolt a hálóba, azzal 1-1-re alakított az állást, és mint később kiderült, az az 1-1 a mérkőzés végeredményét is jelentette. Én azt hiszem, hogy akik kijöttek ide a stadionba, és azok a kedves nézők, akik a közvetítésünkön, az élő közvetítésünkön keresztül követték figyelemmel az eseményeket, jól szórakoztak, egy jó iramú mérkőzés volt, láthattunk két gólt, egy nagyon lelkes, helyenként jó játszó haladást, mint az imént is említettem, nagyon lényeges, hogy továbbra is veretlenek vagyunk, tehát most már 9 tétmérkőzés óta, 8 bajnoki és egy kupameccs. Én amely mérkőzésre, a mai napra köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és akkor a végeredménnyel búcsúznék, ami úgy fest, hogy haladás, Szeged, Csanád, Grosics Akadémia, 1-1.